おい、なに、輸血石はめいした16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello mindenkinek, szevasztok! Üdvözöllek nagyon sok szeretettel! Hello, and I know! Úristen, ki ez az énekes ember? Hello tojásarcúak! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai streameken. Üdvözöllek, szia és szerelem és pornó! Nyomjatok egy lájkot, mert 15 000 like alatt és 600 000 sub alatt nem jövök elő. Hello mindenkinek és üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel a mai GTA RP streamen. Dobják be a zsetonokat, tekerik a kormányokat, indul a menet. Tamesz bundás kenyér, ebben az adásban üdvözlök minden heterót és nem heterót. Sziasztok, vegyes tüzelésűek. Hello mindenkinek! Na csá mindenkinek! RP-zni fogunk, kedves barátaim és nem kedves barátaim! Hello! Ezt most nektek énekelem, barátok, mert elvesztek már 24 barátok! Nagyon szépen énekeltem! Fogjatok le! Ezt én nem tudom irányítani ezt! Várjam, ugye meg lesz! Bassz meg! Szia! Szia! Hello mindenkinek, szevasztok! Mi a helyzet? Nyom segbe, azt mondja a Laci. Na jó, de azért készültem a Balog Laci féléknek. Nagy szeretettel mondom. Nem maradunk azért ajándék nélkül a mai adásba se. Ugyanis hatalmas sorsolás lesz ebben az adásban. Egy 18 sebességes rogy bicikli, és hát a buziknak is kedvezünk, ahogy Laci mondta az előbb, hogy nyom segbe. Buzulátusz! Pám, pám, pám! Vigyázz, ebben ez elszabadul, Lacikám! Ezt ő fogyaszthatod, te disznóarcú! De csak alulról! Pám, pám! Azt nehogy szaros legyen a vége, mert rosszba leszünk. Megsértőd. Megsértő, ha szaros lesz a vége, te disznópejű. Én vagyok a pasztündér. Pám! El leszel varázsolva, te csöbes. Hello mindenkinek, sziasztok! Azért jó, hogyha van kézdillem, egy ilyen 50 centis fasznyalóka. Üdvözlök mindenkit ebben a kibeszélő adásban, ahol a nézettség még nem ért el a tetőfokát, és ez busztustalan. Üdvözlök mindenkit tengermély szeretetben. Szeretetben, testvéreim. Tamesz baklava és bundás kenyér, meg baktérium. Hello mindenkinek! De még most rossz a hangom, meg mi? Hello. Ez az a hang, amin beszélek. Ígérem, hogy ma este reggelig looking for something, te meraptena? Csak egyet akartam kérdezni. Szia! Hello! Szia! Szia! Hello! Szia! Hello! Szia! Hello! Szia! Most kinek jó a hangja is? Hogy van ez? Jó napot kívánok! Hello! Szia! Öreg! Szerusz! Hello! Szia! Hogy vagy? Megmondom őszintén, megmondom őszintén, Lajosom, hogy mostanában már nem úgy szolgál az egészségem. Mi? Ez hó? Érted? Hogy érted? Képzeld el, hogy fasztőgyulladásom van. Érted? Az nagyon Isten. Rossz, nekem is az volt. És mivel a barátaim vagytok, ezért el kell mondanom nektek, hogy megvannak számlálva a napjaim. Érted? Mindnek fogsz halni? Igen. Hamarosan? De előtte némi készpénzre lenne szüksége. Igen, nálam szerintem van. Mennyi? Van 10 000 nálam. Ez nagyon kevés, Lajos. Így búcsúzol el régi barátodtól szaros 10 000 dollárral? Nem, még a bankban van, öreg. Mennyi? Hát, körülbelül ilyen, nem tudom, 50 000 körül. Az pont elég, figyelj csak! Én már úgyis nem soká meghalok, te még tudsz rengeteg pénzt keresni, és ezzel boldoggá teheted a hátralévő napjaimat, kis köcsög. Hú, megjöttünk főnök. Nézzük meg, mi van vele. Remélem, még életben van. Vizet, kaját adtatok neki? Hát én tegnap előtt voltam itt. Remélem, aha! Én neked tetted, remélem. Ha megpusztult, akkor nem tudom, mi lesz. Van ásó, elássuk. Biztos életben van. Kitartó egy szitírt, jó volt. De menőgetsz, nem is tudtam. Levittem a pincébe, ne izguljatok. Megkötözte, vagy meg se tud mozdulni? Úgy szét van küldve a herkával. Kicsoda? Be van ez kokainozva, ernyózva, minden ezbe. Hónapok óta tömjük. De tehát kit? Nem árt neki, figyelj. Vajon kit? Annál jobban csinálja a dolgát. Mit csináljunk vele? Mit csináljunk vele? Itt tartjuk hónapok óta.
Na, nincsen. Figyelj majd, akkor már legalább egy vödröt, amivel úgy osztott, de ott a vödör, látom, jó van. Annyi haszna nincsen, hogy a koszos edényeket elmosogassa, bazd meg. Mondtam én, hogy ne hozzuk el az öregtől, nem? Nem ez megmondtam? Szerint, hát ez nagyon gyengén néz már ki. A kurva egyet a biboldóktól. El kéne passzolni, én azt mondom. Szörnyű ez már utcia. Mennyi nyomás, úristen, mennyi tűnyom van benne. Ha gondolják. Testvérem, szerintem ezért adnak valamit. Hát, biztos valakire rá tudjuk sózni, nem? Hát én vannak ismerőseim. Tudok is egy-két vevőt én is. Kurva nyertek. Befogod a pofát. Kussoljál. Te kiélt kurva. De kurva jó, ennek örülök. Na, mi lenne akkor megszervezném a Galaxy Klubba, aztán elpasszolnánk. Hát ez kurva jó volt. Médiumi képességeim a penszínre törtek az imént, és látomásaim vannak. Szóval Erzsébetet kapaszkodjatok meg, a blankolt fasz úszósapkás biboldó gecik rabolták el, a gyújtó zsidor pajeszúak. Micsoda? Hónapok óta fogba tartják a parbot. Ezt te hogy és látom? Most eladják őtet a strip, nem a strip, mi volt a neve? Várjál, hagyd gondolkodjak. Mi volt eleve? A Galaxy Klubba viszik mostan, és ott fogják eladni. Ez van. Galaxy Klub. Így van, 99% pontos. Galaxyba? Akkor én szerintem azt tudom, Galaxy. Hogy hol van. Én nem tudom. Üljetek be, he! Egyszer menjünk. Volt egy Samsung Galaxy, de szar volt. Jó, csak tankolok egyet, mert az öreg úgy látszik, hogy nem sikerült neki, jó? Van az Erzsi. Szét van baszva alul felül. Akkora lyuka van neki, mint a csak kájhacső. Azt láttam a látomásba. Komolyan? Hát, és geci buborékokat büfög állandóan, undorító. Fúj, geci. Gyere ide, Lajos. Hopp! Ne. Ott volt egy nagyon nagy tücsök volt ott. Lali, gyere ide, piam! Nagyon gyere ide. Beütött ez a drog. Látod itt a vonóhorgot? Le kell tolnod a drágod és beleülned a kanyarig. Érted? De majd be fog rozsdálni a vonóhorog. Addig, amíg kanyarodik, addig kell belegugolnod. Ez a fizetség az én, hogy megmentsük az Erzsébetet. Igen? Igen. Így van. Ja, és közben mondasz, hogy csihuhú tehervonat vagyok. Így van. Utánfutó vagyok, engem húznak. Várjál, Lali, mint barátod, segítek. Állj a réba szaros seggeddel. Igen. Tényleg, Lali, kell már bevonó horgot. Kell még? Tessék, Lali. Kell még? Azt a kurva, ez így jó lesz. Ez majdnem visszapattan, Dick. Várjál. Ez tesó, szép jöttem a beton. Fővel bevonzik a vonó horog. Rágugolok. Pazd meg. De miért? Csihuhu! Mondjad, hogy csihuhu! Tehervonat vagyok! Nagyon jó! Tényleg amúgy egy karikatúrában! Adjál neki egy sokat a cigarettádból, öreg! Füstöljön, mint egy kis vonat! Öreg, azt meg a cigiből? Most én így vagyok, bazd meg! A mire? A cigire! Hát nem fogom oda... Én a kocsira vagyok ír, így amúgy! Tényleg? Tudtam, hogy buzi vagy, Judit! Ajjaj! Ajjaj! Jó napot kívánok! Tika Csepettó és a blankolt faszul banda! Na szerényebben csöbes, geci! Szerényebben! Zárkörű rendezvény! Hát azért vagyunk itt! Itt a meghívó! Nem tudom, hogy dehogy nem! Legyen 40! Itt van alattam a meghívó! Úgyhogy nem hiszem, hogy... Figyelj ide, Csepettó! Figyelj ide! Először is! Szeretném a takarékra tennéd magad, mielőtt karpirosra pofozom azt a retkes fejedet! Miért kell felidegesíteni? Hogy jöttek be egyáltalán? Ki kell rúgni ezt a biztonságot? Megy a licit, uram, én is halkabban. Erzsébet! Ajaj, Lalika! Erzsébet! Minek licitáltok az Erzsire? Én adok érte 10 000 dollárt. Úristen! 10 000 dollárt a kapott úriember. Kiszálltam. Köszönjük is. Adok érte 2 kecskét. Esetleg 12 000 dollár. 11. Na jó, lesz már azért. Én Lajos, te vagy? Lajos, figyelj csak! Én vagyok, Erzsike. Jó, várjatok egy kicsit! Kireszel terítve, mint a vörös szőnyeg. Majd én kiterítelek ide. Ha most egy sört az öregnek a hasára állítanám megállna? Amúgy terdes vagyok. Átod, nem? Tudom, ezt akartam elmondani egész nem, de szabadba vágjatok! Akkor kibújik egy alien belőle. Terhes vagyok! Szélni fogok! Terhes az öreg. Nem. Tudod, miért van ekkora hasa? Járjék van legyen a fejed. Terhes vagyok! Meg is onnázod. Az öreg terhes! Hogy lehet itt beszélni egy terhes öreg emberrel? Ezt mondják meg! Így van. Hogy beszélj? Egy terhes öreg ember előtt áll! Terhes vagyok! Fogjátok be pofátokat most már. Keresett a Zsolt. Aki anyát pinájából habzsolt. Egyébként a legjobb edzi. Figyeltek már, megvan a cím? Ez az előbb volt, haver. Milyen cím? Figyelj már!
A cipőmben egy kis sarak. Azt te kurva. Reggelig szopta a sarak. Ott egy alak. Ott egy alak. Az új étteremből. Milyen alak? Szopattalak. Na áll az alkú vagy sem? Igen, csak előtte jönne a Levente. Milyen Levente? Anyának keményen teszem be. Aki a faszát a szátokba betette. És az a Levente most én vagyok, passzopók. Péter, hogyha szerinted az Erzsébet egy szana széttaposott kozák sapka, fordulják kettőt magad körül. Egy. Kettő. Az kettő megvolt. Mi ez a boszorkányság? Hát ezt szom nyújtani. Én egy suttogó vagyok. Szelidítem az állatokat, érted? Egyet értünk. Na, Péter, hogyha az öreg egy utolsó senkiházi rohadék faszfej, akkor pördüljék kettőt. Ha nem, akkor meg maradjál így, ahogy vagy. Haha, szopókerék, te kurva. Péter, mi a fasz csinál? Ez ki ez? Ki ez? Jó napot! Tiszteletem, miben segíthetünk? Jó napot! Küldemény érkezett. Milyen ízű? Flektor néven. Szép napot. Azt miféle küldemény? Popaszgyász. Tudod, barátok vagyunk, ezt nem felejtenénk. Jó napot. Milyen? Segély jött önkormányzattól. Tényleg? A tanácstól. Titkos, igen. Ez így igaz. Az honban? Át is adnám ennek. Hát adjam el át akkor. Levág az ideg. Tessék, uram. Tík egy levél. Ez használja egészség, ami benne van. Emlékeim közt volt én egy levél. Egy levél, melyet sosem küldtem. Nincs kölcsön egy cigid? Naga. Hello Hector. Tudod, hogy nagyon szerettelek mindig. Szóval ez egy rajongói levél. Meg képzeljétek el, most csináltam Instagramot és már ketten bekövettek. Szóval hello Hector. Tudod, jól utáltalak mindig egész életemben. Csak egy púpolt el a hátamon. Egy kavics a cipőmben, egy kelés a kibaszott kezeimen. Egy egyre nagyobb véres gennyes hólyag, ami csak duzzadt és duzzadt folyamatosan. Egy vérszívó parazita, egy kurva idegesítő utálatos kis kutya, aki mindig csak mogyít. De mivel nem érhatom a házamat, a kutyám nem ér, ezért sajnálatos honorját kell hagynom. A farm házama. A kulcs a borítékban van. A házat megtalálod magad, vagy jár utána, te szégyen. Szevasz, te világi csóró. Tercius! Báó! Emlékeztek Terciusra? Ő volt az első karakter, akivel GTA-ztam, és úgy néz ki, hogy ezek rokonyok. Szóval, de... Igen? Egy rajongói levél volt, a ki akar lemerni a nyomorból, és adni akar nekem 100 millió dollárt, szóval, de... Mostantól gazdag vagyok. Nem ez a lényeg. Figyelj csak, Joker. Én tudom, hogy... tudom, hogy most egy kicsit féltékeny vagy. Mert egyre nagyobb a pattanás a szád szélén. És nem ez azt jelzi. Akkor, mint egy BKV busz leszállás jelző. Érted? Szóval Tercius egyébként az öreg rokonja. Emlékeztek Terciusra? A nagyon hardcore RPD-zők azok biztos. Elmegyünk a... ja, elvileg elmegyünk a farmra, hát megnézzük. De el kéne olvasni még egyszer, hogy pontosan mi van. Imádtam Terciust a farmas időkből. Ez olyan lassú RP volt akkor, ez nagyon lassú RP volt. Hát volt, Geci, emlékszem, hogy 3-4 órán keresztül beszélgettünk a házban. Azóta se hallottam, hogy OC mondom. Amúgy igen. Tényleg. Voltak nagy OC-zások. Jó, el kell mondanom valamit, figyelem! Figyelem, doppergés kérnék egy pillanatra valakitől. Elnézést, valaki doppergne? Nagyon jó volt. Köszönöm. Elég már, baszd meg! Szóval, ja, szia, Juni. Még egyszer verekszel a beledet kitaposom, faszopó. A kurva anyádom. Ezt akartam mondani. És az, hogy megörököltem egy házat, képzeljétek el. Van egy házunk, öreg? Nem. Egy, én örököltem, igen, egyedül. Ez van. Megén, hiszen mi férj és feleség. Nem. Képzeljétek el, hogy megörököltem egy, igen, házat. Érted? Dehogy is, hát hogy? Kitől? Ebben a levélben minden benne van. Mutasd a levele. Csak a helyrajzi számot hagyták ki, meg a utcanevet. A patkány népség. Pusztulj meg. Jó, ezt tudod, hogy mi fog következni most. Ez az örök, he? Figyelj csak, ez. Volt egy rokonyom, úgy hívták Tercius. Igen, ú, de milyen buzi neve van, he? Hát. Nem ez a lényeg most. Biztos egy rossz köcsög az is. Hoppa, kulcs pont belement a zárba. Pont belement a zárba. Ez lesz az. Jó napot kívánok, tiszteletem, van itthon valaki? Halló! Jó napot! Hát úgy néz ki, elköltözünk a híd alól. Kicsit fáj a szívem. Ez lesz a közös hálószoba? Nem, itt nem lesz közös hálószoba. Megmondom őszintén, hogy most ez az én szobám.
Ez az én szobám. Ez a Terike szobája, ez itt az enyémé. Tika, de neked meg fürdőd is van, meg minden? Hát hogy ne, te lakosztálj, ha örök panoráma, fiam. Yes, vigyázz! Nehéz amúgy, nehéz. Nem lehet úgy, mint a Judy. Jézusom! Normális vagy, Joker? Normális vagy? Ezt nem bírom elviselni. Ez az, csűrjed neki, hőalma! A ráka bele! Hogy tépi a hajadat a szélari? Így sose volt még ilyen, de úgy érzem magam, mintha izé a lóversenyen lennék. Jaj, elnézést! Jó napot! Azért nem semmi összkép volt, merébb nyak. Éljenek a szubtelenok! Elnézést! Bocsánat, elragadtattam magam. Bocsánat. Jön mentős, vagy nem jön? Elnézést. Kapaszkodj össze, Hondával. Dika merép, hogy beugrott a szántásba? Szép, nem bír velük. Gyerünk hazafele! Öreg, tudod, hogy történt? Igen? Megmarkolta a torkomat, és így finoman beleköpött a számba, utána... Takarodjál már innen! Csoda, hogy terjed a Covid, basszalak meg! Ez mit szó az a herbácsi? Ha? De itt most volt rajta. Nem a tortára gondolok, hanem a doktorra. Ne köpködjél már, mi vagy te? Te be? Te be vagy, buzi? Te be vagy? Mit köpködsz? Te! Öre, az nem te be, hanem láma? Akkor az? Akkor láma? Láma vagy buzi? Utána még a herémet is megmarkolta. A lyukadban nem köpött bele ez a pervers? Ha? Nem gyújtam bele a lyukat valami véletlen, vagy valami? Te is sírva szoptad a passzát, nem igaz, Loli? Az öröktől. Öreg, mikor... Ne? Sírtem? Kicsit, de mikor belemarkolta a seggembe, éreztem, hogy a középső seggyuka beleakadt a lyukamba. A középső seggyuka? Itt már anatómiailag probléma van, elnézést. Hát, hogy baj, a középső ujja. Beakasztottam itt egy horgot. Azt fönnvisítottál? Egy hatalmas horgot, Mali. Azért azt, hogy szemem kinyílt. Jó, figyeljetek ide. Megmondtam, hogy buzulásról szó se lehet itt. Azt a büdös kurváget. Ilyen világot élünk, bazd meg. Csoda, hogy TikTokon kipestett körmű pérpiak táncolnak. Há? Nekünk leégítik a hajukat. Azt az a nevük, hogy gyémán. Meg izé, meg hogy is mondják ezt, hogy azt mondja, hogy élőben megmutassa a pináját, az közben passza van. Há? És normális az ilyen? Segít, há? 10 000 like megmutatom. De te... Máma 3000-nél megmutatta a segít. Tényleg? De te minek, minek nézed, buzi gyerek? Feldobta pont. Persze. Azért van bedurranva a jobb csuklót, passzopó. Pont feldobta. Az anyámat. Na mehetünk a fegyverbolthoz? Vagy meddig veritek a passzotokat? Motoros bandába ebolbálódtunk máton. Mire költed meg a Giuliót, passzopó? Ha? Hát de te mondtad, öreg, hogy öljen meg. Lali, gyere! Mondjad. Ja, bocsánat. Viszket a lábad? Hon a fegyverbót, nem tudod? Normális vagy? Jaj, bocsi. A ráka beledett, Lali, geci. Lajos, még egyszer. Jaj. Öreg, nem akartam. A rák a beledett, retkes geci. A pusszulat kiesz... Megrúgsz! Hé? Álljál le! Megérdemelte a köcsög. Ne rugdalózzám, passzopó, megmondtam. A rák a gyomrodat. És ezt nézitek, 4000.
hogy ez történik éppen. Hon van a Lajos? Elnézés, Lajos! Bocsássál én meg! Kirúgtad a kerekemet. Ez ki? Vigyél már egy kört! Vigyél már egy kört, Lali! Nincs kerék, ha? Édik a cirkuszba fölléphetnénk ebben! Gyerünk, Lali! Én azt nézd, hát Jackie Chan! Rendes, meggyullad a cipő a talpamon belém! Oda megyünk a izéhez, azt megrúgod a palit, oké? Okay? Ahogy kiszáll most majd. Elnézés, fiatalember! Igen, igen. Igen. Mi vagy ilyen huligán, Lali? Jó napot kívánok! Pont egy kerék nélküli motorra van szükség. Ez ebben nehéz időben. Nem, ez egy új technológia. Menj majd nent egy át! Az elkövetkezendő 10 percben ide le fogok ülni most a lépcsőre, és egyesével följöttök, és egy szavalást vagy táncot kell bemutatni, és a végén valakit magammal viszok az élő showba. Jó napot kívánok, hogy hívják magát? Jó napot, Joker Jack Napier vagyok a farmból, meg a városból. Igen, és ki kísérted el? Egyedül jöttem, sajnos. Miért? Mert nem volt pénzünk több jegyre. Aha, és igen, rendben, mivel készült én? Látja azt a sílót? Így van, nézni fogom. Onnan fogok leugrani és énekelni egyben. Rendben, akkor oda közelebb megyünk. A stáb is jön velünk. Jó, itt fogunk megállni. A fekete fiatalembert felszólítanám, hogy keresse meg a gazdáját, ne kóboroljon itt. Ne zavarjátok meg a Joker produkcióját? Nézzük! Hát... Szerintem az átment. Ez nagyon szép volt és megható. Joker! Magammal viszem az élő showba. Nagyon jó volt. Itt van. Szóval. Baszdmeg, Giulio, miért nem vettél fel láthatósági mellény, te fasz? Erzsébet üdvözöllek itthon. Azért egy egészségügyi szopás kijár a brigádnak. Én azt gondolom, ez a mentőakció filmekbe illő volt a mai estén. Kivel kell kezdeni? Mindenki. Hát nem tudom. Ez szerintem ízlés kérdése. Húzatom sorszámot. Akiben szeretnéd, azzal kezded. Azzal kezded, aki a legkisebb, akkor... Lali? Ne szálljon, János, szólj! Most viszont megyek pihenni. Most elmegyek aludni, jó éjszakát kívánok. Szia. Jó, szevasztok. Kösz, hogy itt voltatok ma. Nagyon szépen kösz mindenkinek a lájkot, donációt, csillagot, vagy bármit. Nagyon jó volt, örülök, hogy Erzsi visszatér. Szóval nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Jó éjszakát, jó pihenést. Holnap találkozunk elméletben, és nagyon szépen kösz mindent. Csá és hello. A rák megeszte, koszos! Jó éjszakát! Rák... Neked is jó éjszakát, passzopó! Jó éjszakát! Micsoda? Párlát, nem hozol örök neked. De mindjárt hozom. Betakarlap, hogy most vált a hódig. Megvárlak. Semmi baj. Maradjál. Jó. Visszafekszik mindjárt.